menjünk vissza Beregszászra, ahol megalapítják az ottani magyar színházat. Ha azt mondom, hogy elképesztő körülmények között, akkor nem mondtam semmit. Tehát én elhaltam, mikor most utána érdeklődtem és utána olvastam az ő életrajzának. Szóval 8-10 fokos próbateremben vagy színházban játszottak, nem volt fal, az öltözőben aludtak a színészek, pajtákban játszottak, egy kanna benzére volt pénze a színészeknek, és ezt nagyon sokáig csinálták, ráadásul olyan jeles művészekkel, mint például Trill Zsolt, mi hajtotta önt, hogy mindezt ilyen infernális körülmények közt is csinálja? Nagyon-nagyon kell szeretni valamit, hogy csinálja ezt az ember, de azt gondolom, még kell valami hozzáadott érték. Érdekes dolog ez, mert valahogy akkor fogalmazódott meg egy kicsit bennem, amikor azt a kis beregszászi csapatot elvittük ki ebbe tanulni, hogy az ember valamiért születik bár anyám sokszor sok mindent mondott, nagyon fontosakat, de az úgy valahogy nem jutott el elég mélyen, hogy az embernek dolga van azzal a közeggel, amelyikbe született. De ez most így ilyen patetikusan hangzik, de tényleg így éltem meg. Én úgy vettem föl azt az osztályt, vagy úgy segítettem ennek az osztálynak a létrehozását ki ebben, hogy arra gondoltam, hogy rajtam ne akadjon meg a dolog, ha a minisztérium egy magyar színházat akar létrehozni Berekszázban, ám legyen, én összeszedem a gyerekeket, és végigjártam az összes magyar iskolát, ahonnan uh, lehet hozni, és végig utaztam egész Kárpát alján, Kárpát és lebonyolítottuk a felvételit, de arra gondoltam, hogy egy 170 es magyarságban nem lehet komoly színházat csinálni, nem létezik, hogy jó osztály gyűlne össze, ezért én szépen ott bonyolítom, aztán velem meg lesz majd, ami lesz. Csak hogy kiderült, hogy ez az egyik legjobb osztály, az egész uh, Színvőszéd Egyetem történetének egyik legjobb osztálya lett. Végső lökést furcsa mód Magyarország adta meg. Átjöttünk ide Budapestre uh, uh, részképzésre háromszor, egy-egy fél évre, nagyon hálás vagyok ezért, mert nagyon sokat adott a kis csapatnak az, hogy itt lehetünk a színművészet, még Babarci segített elintézni, és hát remek tanárok, Gáti József, Hubai Miklós, szóval korszakos élmények voltak itt Budapesten, de furcsa mód az idegenségünket, a másságunkat legalább annyira éreztük, mint ki ebbe. Gátlás. Kisebb rendőrségi komplexus. Én ezt azért merem mondani, biztos, mert én felvidéki vagyok. Biztos, biztos. Nekem voltak szociokulturális hiányosságai, például egy Pesti fiatal szemben, 18 évesen. Biztos, hogy ez benne van, tehát én nem hibáztalok ezért sem senkit, csak egyszerűen azt éreztük, hogy ez úgy, ez sem, hogy, hogy kiev sem, átjöttünk Budapestre, ez sem, akkor megyünk haza. Többször abba akarta hagyni? Többször, mert mert, mértatlannak tartottam az egészet, és borzasztóan átvertnek éreztem magam. Tehát két miniszter ül, hogy most itten színház lesz, és, és megígér fűt fát, és akkor oda jön az a kis csapat, tele lelkesedéssel és, és szerelemmel, és akkor egyszer csak, egyszer csak kiderül, hogy semmi sincs úgy, ahogy van, és hideg van, és próbaterem sincs, és lakni sincs hol, és pénz sincs semmi, de ott megjelent a -e csak azért is ilyen izonytató mód megjelent, hogy akkor se, csak azért is csináljuk, és akkor eldöntöttem, hogy nincs színházunk, akkor végigjátszunk egész Kárpátalját, és bizony volt két vagy három olyan év, hogy minden faluban ott voltunk, és tényleg, já, aminek óriási jelentősége lett, mert most, tehát van egy olyan képessége a színészeimnek, tehát jönnek közsínházban jönnek szocializálódott színészek, akiknek fél napok, meg két napok kellenek, hogy adaptálódjanak egy új térhez. Berekság színész beáll, ahol játszani kell, és ott játszik. Szóval ott, nőtt volna fel. ott nőtt volna fel, és oda alaptálja az előadást menet közben. Szóval, és hát összefortunk, egy életre szövetséget kötöttünk. Ez egy sors közösség, ugye? Abszolút. És valahogy úgy jött, hogy pont mikor mindig feladtuk volna, akkor mindig jött valami, valami visszaigazolás. Egyszer csak bekerültünk egy nemzetközi fesztivál zsongásba. Egyszer csak Vasszilje Moszkvából azt mondja, hogy neki ez a színház kell, és bármilyen bemutatunk van nála az ő színház, ezt csak meghívtak Franciaországba. Szóval elkezdett ez a színházú zsizsegni. Beültünk a rossz kis Ikaruszunkba, azóta is meséljük a történeteket, és 2000-3000 kilométereket Ikaruszoztunk, és, 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 játszottunk előadásokat, és kialakult egy, egy életforma, amit most visszasírnak azok, akik kőszínházi rendszerbe kényszerültek be, hogy de jó volt is az. Érdekes, amit mond, mert amikor valaki egy ilyen utat jár be, pláne egy közösségen belül, és megadatik neki az a lehetőség, hogy Kárpátaljáról az egész nemzetnek az első számú színházába kerülhet, mint első számú vezető, hozva azokat az embereket, embereket akikkel mindezt végigcsinálta, az valami egészen ámulatba ejtő. Amióta elfoglalja ezt a pozíciót, a Nemzeti Színház igazgatói tisztségét, volt néhány olyan pillanat amikor meg kellett csípnie magát, és azt mondta, hogy ezt nem hiszem el? Ö, hát nem azóta, mai napig vannak ilyen pillanatok. Hál' Istennek lefoglalnak a napi gondok, dolgok, meg annyi minden van. Nem érkezik az ember ilyen összegzésekre, és tükörbenézésekből is lehet, hogy kevesebb van, mint kéne. Szóval utólag visszagondolva, ön úgy gondolja, hogy valami eleve elrendelés kellett, hogy legyen, hogy ez ilyen kemény, kinkeserves út volt, és a csúcspont viszont megérkezett? Biztos, 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 hogy volt. Én hívő emberként hiszek az ilyen dolgokban. Érzem is, hogy néha fogva van a kezem, vagy mindig fogva van, csak én alkalmatlan vagyok rá, hogy ezt megérezzem. Vagy odafigyelnek rám és, és, és vigyáznak is rám, meg, meg, meg ö, óva intenek sok mindentől. Ö, szóval biztos vagyok benne, hogy van ebben egy, 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 egy eleve rendeltség. Biztos. Elindultunk. Én már akkor is azt mondtam, hogy nemzeti színházat csinálok, amikor Beregszázban ö, színházat csináltam. Sinkovics Imrének köszönhetjük azt, hogy a Bereksázi az Nemzeti Színház lett. Azon az ominózus két miniszter által megvalósult találkozón, ahol András Falibertran és miniszter miniszterasszony volt, ő javasolta Sinkovics Imre, hogy legyen nemzeti színház, és mivel ukránul a nemzeti, meg nemzetiségi szó ugyanaz, ezért elfogadta az ukrán fél, aztán utána ocsúdott, és nem engedte meg hivatalosan ezt, de már akkor is nemzeti színház igazgatója volt. Aztán a Csokonai Színházat, mikor elkezdtem csinálni, először, mint művészeti vezető, majd mind igazgató, akkor módosítottuk többek között az én javaslatomra az előadó művészeti törvényt, és lett a Csokonaiból nemzeti színház, nemzeti státuszú színház. Tehát nagyon-nagyon hogy mondjam, egyértelmű és, és, és nagyon egy irány mutató út volt ez. Egy irányba mutató út, noha dödszenőkkel teljes. Én nekem mindig azt szokott eszembe jutni, hogy ott van Picasso és Van Gog. Az egyik állítólag sikerekkel teljes életet élt. Minden megadatott neki, ami, ami ami kívánatos egy művésznek, még a másik egyedül magányosan elismertség nélkül aztán fejbe lőtte magát egy búzamezőn. Mind a ketten hihetetlen ikonjai a képzőművészetnek. Szóval kell a kudarc, vagy nem kell a kudarc? A kudarc az jön, az van, és erősíti is az embert, hogyha jól tudja az ember kezelni azt. Tehát hogy ne? Persze. 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 Tehát az ember hajlamos gőgössé válni például. Én úgy gondolom, az egyik fő bűnünk, bajunk az, hogy pillanatok alatt elkezdünk szépelegni, tetszelegni saját tetteinkben és dicsőségünkben. A kudarc kell ahhoz, hogy az ember szembesítse azzal, aki valójában. Fontos, fontos, és nagyon-nagyon sok buktatón, döccenőn vagyunk túl, és valahogy jól adagolta ezt az élet, mert elmentünk az első nagy nemzetközi fesztiválunkra Lengyelországba, Torumba, akkor az az egyik legjobb ö, fesztivál volt Európában, és rögtön az első díjat nyertünk, majd a másodikon megbuktunk, ahogy meg lehet bukni úgy. Szóval ez, ez úgy valahogy Földön úgy jó. tartják az ember. Igen, igen, muszáj. És ilyen szerepet játszik például a család is számomra. Hajlana erre, hogy, hogy. Nem kicsi... tudom, ez egy önző szakma, az ember magába fordul, elkezd magával foglalkozni, magába bújik, és nem akar magából kilátni. Az embernek gyerekei vannak, családja van, feladatai vannak, akkor rákényszerül másokkal foglalkozni. Este lázas volt a kicsi lányom. és, és jó föladni magadat, és aggódni valaki másért, és valamit a saját egód elé helyezni fontosságban, borzasztóan, szóval, hogy mondjam, fontos és egészségesen tart. Állítólag azt tartják örül, hogy nagyon magával ragadó rendező, nagyon tudja vinni a színészeit, ugyanakkor önnek állítólag nagyon fontos, hogy szeressék, mert akkor tud igazán alkotni. Ezt aláírja? hát ha érzi a színészeket, hogy szeret. Én azt van. nem tudom, hogy szeret, szeressenek -e. Én egy normális légkört szeretek magam körül. Tehát mindenki rácsodálkozik, hogy milyen nyugodt vagyok a próbákon. Szegeden állandóan ezzel molesztáltak, vagy azt várták, hogy mikor kezdek, mikor az ember tragédiát csináltam, hogy 150-200 ember ott motott, motoszkál a színpadon. Én arra rájöttem, hogy, 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 hogy minél nyugodtabb a légkör, részint annál jobban és nyugodtabban tudok alkotni, részint meg nem szolgálja a produkciót, ha én elkezdek hisztizni. Pont az ellenkezője szolgálja. Adrenalinból bőven van nekem elég, nem kell magam hergelni, van olyan rendező típus, akinek kell az, hogy reggeli kávé helyett fölspanolja magát egy-két botrányjal. Én, én, én nyugodt, szeretetteli körülmények között szeretek dolgozni. Azért ki tud robbanni, állítólag amikor a mesés férfiak szárnyakkalnak a vitája volt a poszton, akkor például kirohant, és nagyon fölpaprikáztam magát, fölrúgott egy széket, és kiment. Ez igaz? az túlzást, alép toltam egy széket, egy kicsit, senkit nem találtam el vele, és senki nem sérült meg, és senkit nem bántottam, és szégyellem, hogy ez megtörtént. Tehát én nem vagyok büszke. Egyszerűen éveken keresztül megtapasztaltam azt, hogy egyfajta, hogy, hogy az ember bizonyos érdekek mentén Alá, vagy érdekeknek alárendelik, bizonyos érdekek mentén relativizálják a sikerét. Itt egy bizonyos uh, gondolat mentén épült föl a magyar kultúra 40 évig, 50 évig, 60 évig. És uh, ennek voltak haszonélvezője, és voltak kárvalottjai. Uh, Sára Sándor nem taníthatott a színművészeti egyetemen. Pedig Sára Sándor, Huszárik sem. Tehát... Uh, é, és ön sem és, a nagyon? Uh, most épp meghívtak. Tehát ez a... Uh, pajzán helyzet Ez most telé. friss hír, erről nem tudtam. Ez tegnap este. Tehát, Kitől jött a hívás, ha nem indítsz Máté Gábortól. Úgyhogy, Osztályfőnök lesz? nem, nem, nem. Tanítani. Csak az egy kurzus? Tehát kurzus, egy, kurzus erejéig nem olyan egyszerű ez a kérdés. Tehát ezt én Kaposvárhoz kötődöm, az én intézményem, osztályok vannak, osztályot vezetek, oda köt le minden, és oda is szeretném, ha kötne. Tehát ez egy másik történet már. Korábban nagyon szerettem volna, én 7 évig tanítottam Kijebe, és utána valahogy úgy gondoltam, hogy ebből úgy következik, hogy majd itt tanítok Budapesten, ha a Kijevet abba hagyom, de ez úgy nem jött. Valami elégtétel ebből. félét érzett azért, tegnap, amikor megcsörent a telefonja? Nem, ez nem így működik már. Tehát nincs ez. Lehet, hogy tíz évvel ezelőtt még így működtem, most már nincsen. Inkább fájdalmat érzek ilyenkor, meg ilyen, ilyen kesernyés és iszta számba, hogy miért kell ennyi mindennek történnie, meg miért kell ennyit virkózni, meg miért kell ennyit egymásnak feszülni. Tényleg ezt érzem, és, 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 és fáj. A fiával készült egy interjú egy heti labban, aki azt mondta, hogy sokat vitatkozik önnel, lévén, hogy ő kétoldali fiatalember szeretne lenni, és az is, viszont ugye ő Hegedűs és Marton László osztályába jár. Ez milyes fajta konfliktusokat szül akár önök között, vagy ezt játékos formában Egés, tudják kezelni? Egészségesek ezek a konfliktusok. Tehát hál' Istennek egy önálló akarattal bíró, ö, erős lénynek született, és azzá vált egy nagyon, nagyon határozott kép. A világról. Apja fia, tehát azért kitart a vélemények. Mert nem mert... tudom, nagyon szeret dolgozni. Tehát lehet, hogy jobban szeret dolgozni, mint én. Vagy most már jobban szeret dolgozni, mint én. Tényleg 24 órát át a színház járja, át az agyát, lelkét, minden porcikáját. Ennek örülök, nem alibi lét az ő léte. És nyilván nagyon határozott véleményt fogalmaz meg. Eseményekről, színházi előadásokról, próbákról, az én megoldásaimról. Na, ő a legkeményebb kritikusom például. Hallgat is rá? Szoktam. Tehát Szo ő tudja bírálni a saját maga már, -már megköves, megkövesedettnek meg gondolt álláspontját, a, 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 ha a, a, a ifjabb Vigyánszki mondja sok, hogy ez minden, nem jó? sok, mindenben, ahol úgy érzem, azt, ahol úgy érzem hogy ösztönösen valami, valami lényegesen ráérez. Tehát is volt egy próbánk, és volt már egy jelenetre egy megoldás, és úgy végigcsinálta egyszer, végigcsinálta másodszor, és látom, hogy, hogy nyekereg, nyikorog, és már dühített és akkor mondom, és mondom jó, akkor, akkor, kezdjük el így. És most azt mondom, ahogy most tegnap átcsináltuk, klasszissal jobb az egész. Egyébként Marton Lászlóék, tehát az osztályfőnökei főnökei és ön között a kommunikáció van a fiú kapcsán? Abszolút. Hát volt egy nagyon nehéz helyzet, amikor a nemzetit átvettem, akkor komolyan megfordult bennem, hogy vigyáznom kell a gyerekre, moszkvai barátaim jelezték, hogy boldogan befogadják és mehet oda tanulni. Már uh, hogy ért, hogy vigyázni kellett? Támadásoknak volt kitéve? Persze, hát azért nagyon nehéz helyzet volt. Hát folyamatosan téma voltam az egyetemen, folyamatosan újságok hasábjain jelentem meg, és ilyen értelemben hálás vagyok Martonéknak, mert Marton is, meg Hegedűs is uh, nagyon oda figyelt rá. Tehát atyásan oda figyelt rá. És volt köztünk egy nagyon komoly beszélgetés uh, Marton Lászlóval, és azt mondta, hogy ő megmondja nekem. Azt, ha, ha el kell mennie a tilának az egyetemről. Ha egy olyan helyzetig feszül a dolog, hogy azt már ő nem tudja ott belül kezelni, akkor ő majd szólni fog. És én, én ezt elhittem neki, őszintén, abszolút bizalommal fogtam ezt, és, 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 és hát hál' Istennek nem került erre sor. De volt egy, egy két évvel ezelőtt egy, egy olyan időszak, amikor nagyon. hát én megbeszéltem minden, tulajdonképpen azt is, hogy hol fog lakni Moszkvában, szóval eddig feszült a dolog. De aztán maradt itt, és most De aztán már maradt, önert, és a Egyébként tehetséges fiú, brilliánsan tehetséges fiú, mert azért nagyon nem mindegy Vigyánszki Attila fiának lenni 2015-ben, Szóval magyarul csúnya szóval éve, ha fél tehetség, akkor nagy baja is lehet. Így van, én nem fogok megint csak, mint hogy a saját előadásaim kapcsán sem jelzőket használni. Azt uh, tudom, hogy mindent elkövettem volna, ha nem éreztem volna benne erőt uh, erhez a szakmához, és, és, és elhivatottságot uh, és szikrát uh, nem láttam volna benne, hogy lebeszéljem arról, hogy ideje. Nem tettem ezzel azért válaszolt a kérdés. Valamennyire igen. Beszéljünk a Nemzeti Színházról, aminek most már uh, hát másfél éve, másfél éve hivatalosan a vezérigazgatója. Kezdjük az átvétellel, ami szerintem az elmúlt 20 valahány évnek az egyik legviharosabb, vagy a legnagyobb port kavart uh, története volt. Az ön nagyon megviselte? Tehát elgondolkodtam azon, hogy mondjuk Vigyánszki Attila kinyit egy lapot, ez mondjuk Alföldi Robertre is igaz, mind a ketten kaptak hideget, meleget, én úgy gondolom, minden oldalról, de főleg az ellenoldalról, hogy azért az önnek egy idegen közegbe megérkezni, ahol nem biztos, hogy mindenki úgy fogadja önt, mint egy megmentőt, hanem egy olyan embert, aki a helyet jön, akit mi szeretünk, nem lehetett egyszerű. Nem, de volt egy nagyon erős hitem, meg van is a dologban. Tehát én azt mondtam a leges-leges ha ez a színház egy a sok közül, akkor bűn ezt a színházat elvenni attól a csapattól, amelyik csinálja. Viszont ha ez a színház nem egy a sok közül, hanem ez a nemzeti színház, az első számú színház, valami spirituális valami, akkor az, addig itt működő színház az nem ez a színház volt. Ezt váltig mondom most is. Tehát az egy, az egy, érvényes színház volt, de én úgy gondolom, hogy nem a nemzeti színház. Ez egy nagyon kemény állítás, amiért kaptam hideget-meleget. Ez ebbe kapaszkodva, ebbe a hitembe kapaszkodva mertem belevágni az egészbe, és ez lendített túl az összes konfliktuson. Van olyan lépés, vagy mondata, amit ennyi időtávlatából kritikatárgyává tesz? Például azt, azt, nagyon sokan kifogásolták, hogy azt mondta, hogy jókat cserélek jobbakra. Nyilván az a mondat, amikor elhagyta a számot, akkor ez egy provokációs sor legesleges -leges legvégén hangzott el. Megkérdőjelezték azt, hogy milyen minőségű társulatot fogok, vagy építhetek én itt föl. És erre mondtam azt, hogy biztos vagyok benne, hogy a, az a társat, amelyik itt felépül, az, az megfelelő minőségű lesz, és nem lesz rosszabb annál, mint ami volt. Sok buta mondat hagyta el a számot, sok meggondolatlanság volt, pedig, pedig eléggé megfontoltan álltam hozzá minden egyes interjúhoz, minden egyes beszélgetéshez és szituációhoz. Sokszor hibáztam, én ezt beismerem, de az alap, kérdés, az alap dolog az, hogy itt egy másik fajta színház kell, hogy működjék nemzeti címszó alatt. Maga az a tény, hogy én hiszek abban, hogy van szüksége, hogy kell, hogy legyen nemzeti színház a XXI. században, és míg azok, akik ezt a színházat előtte mit csinálták, nem hittek ebbe, és nem tudták értelmezni a nemzeti szóta, a nemzeti színház nevében, tehát ez dekraláltan elmondták többször, ez feljogosít engem arra, vagy ez, ez adott annyi erőt nekem, hogy az összes lőcenőn át tudjak menni. És most, most, most most pont másfél év távlatából azt mondom, hogy nagyjából megfogtuk ezt a színházat. Ez most, most telt házakkal megy részt egy-két produkció van, amelyik, amelyik nehezebben megy, kezd kialakulni egy közönségbázisunk, sikereink vannak, külföldre hívnak, Inkább elutasítom már a külföldi meghívásokat, mint forszírozom. Elmegyünk, mert ezek fontos visszaigazolások. Fesztivált szervezünk, működik a ház, és nem menekül innen senki. Tehát egy olyan légkör sikerült itt kialakítani, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, ahol senkit nem ér semmilyen bántódása, hite, bajai, nem tudom én, magánéleti dolgai miatt. A lényeg az, hogy dolgozik. Van egy filozófiája a színháznak, amelyhez ragaszkodom aki végrehajtja a munkáját, tisztességgel, a szeretem, megbecsülöm, odafigyelek rá, ha bajban most segítek neki. Ez így volt Debrecenben is. Mikor bántottak, az volt az utolsó érve, hogy mutassanak nekem egy ember Debrecenben, akinek a ö, má, velem ellentétes gondolatai miatt hite miatt kellett elhagyni a színházat. Mindig ezt kérdeztem, jelentkezem valaki, aki bántásért azért, mert másként gondolja ezt a világot. És nem nagyon jelentkezett senki. Én két történetet hallottam a régi, tehát az Alföldi Fémjelezte Nemzeti Színház színészei kapcsán. Állítólag, hát mintán, ez az, hogy meg is jelent a sajtóba, én ott találtam, lehet őket nevesíteni. László Zsoltal például állítólag megölelték egymást, amikor elváltak. Ő kérte, hogy megölelte. Ő kérte? Igen. Ez szép. Én Zsoltal egy nagyon jól dolgoztam. Zsolt egy nagyon tehetséges ember. Én kértem, hogy maradjon. És Tehát... mire hivatkozott? Hogy miért nem? Én, és meg is értem, hogy elment. Szóval a is elmentem volna. Tehát ott olyan fokú kötődés volt Alföldi Roberthez Kvázi, mint önnek Fili Zsolta? Hát körülbelül igen. Körülbelül igen. Nagyon nehéz lett volna neki igent mondani arra, hogy itt marad. Miközben általam került, vagy az én meghívásomra került a Nemzeti Színházba. Itt játszott a bánkbánt el. Szerintem egészen kiválóan. Ö, még a svajda korszak legvége. É, é, és, és, és hát a színészi kvalitásai kapcsán nekem azóta sincsenek kételjeim, ő egy, egy korszakos színész. É, ugyanakkor mást gondolunk a világról, ennek a színe, színháznak a jövőjéről, múltjáról, é, és jól esett a végén, hogy azt mondta, hogy megölelhet-e. Állítólag Molnár Piroskának pedig az, az esett jól, hogy azt mondta neki, hogy mondhatta -e neki valamit, azt mondta, hogy igen, és ön állítólag azt mondta, hogy amikor maga a színpadon van, az színház. Ez szerintem nagyon jó mondat, egy olyan viharokkal teljes időszak lezárásaként, mint amit mondjuk a Nemzeti Színház kapcsán mi megtapasztalhattunk. El jó volna, hogyha. Ö, ö, tehát én nagyon sokszor éltem meg azt, hogy amiatt, mert más gondolok a világról, más a hitem, az én, az én szakmai kvalitásomat kérdejelezik meg, vagy egy-egy előadásom minőségét kezdik alul becsülni, vagy hogy mondjam. Tehát, és úgy gondolom, hogy jó volna egy olyan világ volna, hogyha mindezen túl azért, azért tudnánk egymás iránt rajongani, egymás előadásai teljesítménye iránt. És volna Piroska egy olyan színésznő, aki megkérdőjelezhetetlen. Tehát én akkor úgy, úgy gondoltam, annak ellenére, hogy fájt, hogy elmegy, itt őt is kértem, hogy maradjon, hogy jó, ha ő tudja, hogy én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon fontos színésznője a, a, a színházi életnek. Aztán lehet, hogy soha sem fogunk együtt dolgozni, és lehet, hogy a lelkeméjén végig sebet fog hordozni és negatív érzelmeket irányomba. Ettől függetlenül én ezt gondolom róla. És mondja azt, hogy a Nemzeti Színház igazgatója lett, az járt, az ön életvitelében vagy az emberekhez való viszonyában olyan sajta változás beállt, hogy hát hogy mondják ezt szépen, szóval hajbókolnak önnek? Keresik a kegyeit? Hát aki ismer, meg aki közel kerül hozzám, vagy nem egyszer találkozik velem csupán, az tudja, hogy borzasztóan idegesít, ha valami hasonlón kapom rajta. Nem próbálok magam körül semmiféle ilyen órát kiépíteni, nem várok el semmi ilyesmit, zavar, és meg is szólom azt, a kifelől valami olyasmi jön, ami, ami, túlmutat egy egyszerű tiszteletem, vagy egy normális szakmai viszonyom. Ami új, a szeretet, ami jön. Mert gyűlölet az volt korábban is, de az a szeretet, ami néha megnyilvánul az utcán, hogy jön valaki és megsimítja a vállamot, vagy csak... Igen? Gyakran előfordul? Na, nagyon sokszor. Ez szép. Na, nagyon sokszor. Ez szép. Na, nagyon sokszor az borzasztóan jó esik. És akkor, 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 akkor megint szorongani, hogy Jézus már, vajon, vajon ezek az emberek itt bíznak bennem, meg hisznek nekem, vajon, vajon azt csinálom-e, amit kell. Úgy csinálom, és eléggé jól, okosan, vagy teljesen nem jó az, amit én művelek. Szóval... Látja, igaza annak, aki azt mondta, hogy Vinyánszki Attila akkor tud igazán dolgozni, ha tudja, hogy szeretik. Biztos biztos. Szerintem mindenki akkor tud igazán dolgozni. Hallgatva most már jó ideje beszélgetünk, nekem az az érzés, hogy lelkem még mindig egy kicsit beregszászon maradt, nem? Vagy legalábbis oda készülök vissza. Tehát mindig azt mondom, hogy, hogy majd visszamegyek. Tehát, az otthon ott van? Haza oda megy? Amikor azt mondja, hogy haza? Oda, nyilván alig vagyok már otthon, és, és élek sok helyütt a világon. A feleségem összeszámoltuk, hogy hát világon, itt Magyarországon, hogy 13 év alatt 9-szer költöztünk így kapitálisan, azért az valami, és nem tudom, hogy hol lesz a vége a dolognak, de az biztos, hogy van egy hely a világon, ahol én otthon érzem magam, és az nagy muzsaj. Nagyon köszönöm, minden jót kívánok. Köszönöm, Jánes. Remélem sikerült egy kicsit más fénytörésben is bemutatnunk Vignyánszki Attilát. Nekem nagyon tanulságos volt. Írják fel a határidő naplójukba. Vasárnap esténként két hetente az Echo Televízióban 9 órától arckép. Legközelebb találkozunk két hét múlva. Minden jót kívánok!